Sziasztok! Remélem, hogy tegeződhetünk, elnézést, csak így jobban tudok beszélni, könnyebben tudok előadni. Király István vagyok, a HRP Europe Kft-től, ugye egy magyarországi disztribútor vagyunk, és egy hibrid felhő megoldást szeretnék bemutatni nektek, amikor szeretnénk olyan szolgáltatásokat használni, ami a felhőben van, de nem szeretnénk a felhőbe költözni, például valamilyen előírás miatt nem szeretnénk azt használni, vagy nem tudjuk azt használni, akkor hogyan lehet ezeket a szolgáltatásokat lehozni a földre. Hogyha ezt az előadást egy mondjuk 10 évvel ezelőtt kellett volna megtartanom, akkor még az volt a Microsoftnak a stratégiája, hogy a publikus felhőbe költöztessünk fel mindent, és akkor nekünk ott milyen jó dolgunk lesz, hiszen minket kiszolgálnak nagyszerű szolgáltatásokkal onnan, és ezeket mi tudjuk skálázni, kapcsolgatni, ahogy itt az Amazonos előadásban is elhangzott. Na most ehhez képest fordult a kocka, mert a Microsoft is meglátta a piacon azt a részt, hogy a hibrid felhő, illetve az, hogy bizonyos vállalatok semmiképpen sem akarnak, vagy semmiképpen sem tudnak a felhőbe költözni, viszont szeretnének hasonló szolgáltatásokat használni, biztosítanunk kell a számukra, hogy akkor tudják lehozni a földre, legyen a szerver és a felhő a földön, legyen a saját adatközpontomban, tudjam megsimogatni a szervert, tudjak benne diszket cserélni, memóriát pakolni bele, stb., de ugyanazokat a szolgáltatásokat kapjam meg, mint hogyha a publikus felhőbe lennék. Melyikkel kell lapozni? Középső, köszönöm, ezt a fajtát még nem ismerem. Na most ahhoz, hogy hibrid felhőről beszéljek, egy picit azért úgy tisztázzuk le, hogy mi az a hibrid felhő, gondolom, hogy azért mindenkinek megvan úgy nagyjából. Kombináljuk ugye az on-premises lehetőségeket a publikus felhő adta szolgáltatásokkal, tehát a privát felhőt összekapcsoljuk a publikus felhővel, valamit innen használunk, valamit onnan használunk. Miért jó ez nekünk? A privát felhőben, hogyha elfogyott a kapacitás, akkor tudok skálázódni a publikus felhő irányába, ha valamilyen adatot viszont nem akarok felköltöztetni a publikus felhőbe, akkor azt lent tartom a lenti szerveremen. Tényleg én rendelkezem 100%-ban fölötte, meggyőződhetek róla, hiszen oda mehetek a szerverhez és kihúzhatom a konnektorba, hogyha szeretném. Tehát teljesen nálam marad az adat, viszont bizonyos szolgáltatásokat tudok futtatni ugye a publikus felhőből. Szóval ez a hibrid felhő. Ez eddig oké, ez eddig is volt, van más szolgáltatóknál is, van Microsoftnál is, van Googlenél is, van Amazonnál is, bárhol máshol lehet hibrid szolgáltatásokat csinálni. De miért jó ez? Mit tud ez nekünk megoldani? Hát az egyik a szabályozási kérdés, ami miatt mi itt vagyunk, és ami miatt ez egy ilyen evangelizációs jelleggel szeretnék beszélni erről a technológiáról, az az, hogy mindig vannak olyan iparágak, ahol nem szabad, nem lehet adatot publikus felhőbe tárolni. Itt majd kitérek arra, hogy a Microsoft mely iparágakra gondol, de amúgy nem csak ezek a cégek, ezek a vállalatok használhatják a hibrid felhő megoldását a Microsoftnak, olyan természetesen bárki más is. Tehát lent akarok tárolni, mert lent kell tárolnom, mondjuk induljunk ki ebből, viszont szeretnék bizonyos szolgáltatásokat ugye fentről, tehát meg tudok felelni az iparági elvárásoknak, de tök modern dolgokat igénybe tudok venni. Szóval válaszol a szabályozási kérdésre, és részben válaszol a biztonsági kérdésre is, mert hogy a felhőben, a felhőszolgáltatóknál, és most nem csak a Microsoftra gondolok, a felhőszolgáltatóknál nagyon-nagyon jó biztonsági szolgáltatások vannak, amelyeket érdemes igénybe venni, mert ezek általában nagyon nagy kapacitást igényelnek, és nem biztos, hogy mi azt földön szeretnénk beruházni, üzemeltetni, stb., hanem szolgáltatásként szeretnénk igénybe venni, tehát az adat még mindig marad lent, de bizonyos security, kiberbiztonsági, adatredundancia vagy skálázódási szolgáltatásokat viszont igénybe szeretnék venni ugye fentről, tehát tud válaszolni biztonsági problémákra is, tud könnyíteni a feladatunkon, mind compliance oldalról, mind security oldalról egy hibrid felhős megoldás. Na most a Microsoft körülbelül felmérte, hogy kiknek lehet szüksége ilyen típusú hiperkonvergens infrastruktúrára, mint amiről most beszélni fogok. Ezek a pénzügyi szolgáltatók, a közigazgatás, a gyártás, a kiskereskedelem és az egészségügy, de ha valaki nem ismer magára ezek közül, akkor semmi gond, hiszen bárki más igénybe veheti ezeket a szolgáltatásokat, vagy bárki más telepíthet egy ilyen hiperkonvergens infrastruktúrát saját magának. Mindjárt megmutatom, hogy hogyan, milyen lehetőségekkel és egyáltalán milyen szolgáltatásokkal. De elsősorban ők a fókuszterületek, őket célozza meg a Microsoft ezzel a szolgáltatással, de igazándiból otthon nekem is van különben ilyenem, majd elmondom. Szóval mi ez az Azure Stack HCI, mert ugye ilyen rövidítéseket mindenhol lehet hallani a Microsoftnál, a Googlenél, Amazonnál, meg egyáltalán földi rendszereknél is. Mi ez az Azure Stack HCI, és mire is használjuk? Hát hiperkonvergens infrastruktúrát azt nem csak a Microsoft épít, hanem épít bármelyik gyártót mondhatnám, a Cisco, a Dell, az Amazon, a Google, bárki más. A hiperkonvergens infrastruktúra attól hiperkonvergens, hogy
minden eleme tulajdonképpen software defined. Tehát nem ragaszkodom storage-okhoz, nem ragaszkodom különböző switchekhez, különböző gyártóknak a fizikai termékeihez, hanem vásárolok szervert vagy szervereket, úgy, mint a modern adatközpontokba, a publikus felhőbe, és ezekre telepítem fel a szolgáltatásaimat, de nincsenek központi storage-ok. Miért nincsenek központi storage-ok? Azért a storage-ot emelem ki, az a legdrágább infrastruktúra eleme egy ilyen klaszterben, mert akkor azok single point of failure tulajdonsággal rendelkeznek, hogyha egyet vagy kettőt használok, tehát sokszor itt storage replika, meg egyéb más dolgokat is be kell hozni. Egy hiperkonverges infrastruktúrában is, nem csak a Microsoftnál, tehát általánosságban beszélek a hiperkonverges infrastruktúráról, nincs szükség közös adattárolóra, ezáltal egy dolgot már el is tudok választani az infrastruktúráról, amivel csak a macera van, és ráadásul nagyon-nagyon drága, és adatból mindig csak egyre több lesz, tehát ezt úgyis állandóan bővíteni kell. Jó, tehát a hiperkonverges infrastruktúrát úgy kell elképzelni, hogy vásárolok valamilyen típusú szervereket, nincs gyártói megkötés, ki mit szeretne, erre telepítek egy réteget, és utána ezeken futtatom a szolgáltatásokat, az, hogy az adat éppen melyik nódon van, nem kell vele foglalkoznom. Jó, tehát ez ezért is hívjuk hiperkonvergensnek. Ezek a tulajdonságok, amiket elmondtam, ez nem csak a storage-ra, hanem a networkingre és az összes többi layer-re is vonatkozik. Miért jó ez nekem? És miért érdemes ilyet használni? Hát egy az, hogy az Azure-ból lehozhatok szolgáltatásokat, így fogalmaztuk meg, hogy natív felhő bárhol. Tehát le tudok hozni olyan szolgáltatásokat, amit eddig csak az Azure portálon, a publikus cloudban lehetett igénybe venni, mindjárt felsorolom melyeket. A számítási feladataimat a Földön végzem el, tehát a saját szervereimen, viszont biztonságosabbá tehetem bizonyos szoftver komponensekkel, megmutatom, hogy melyekkel. Kapok egy ismerős kezelőfelületet, hát kinek lesz ez ismerős? Hát annak, aki már használt Azure-t, ha valaki még nem használt, akkor neki nyilván még nem lesz ismerős. Az Azure portálról, tehát a Microsoftnak a központi management portáljáról fogom kezelni a földi szerveremet, ami itt fut mellettem, és meg tudom simogatni, hogy az én adatközpontomban van a szekrénybe, én helyezem el. Azt igazándiból annak a vezérlését, a beállítását, a telepítését a felhőn keresztül végzem, vagy a felhőn keresztül is végezhetem. Ezért hívja a Microsoft ezt úgy, hogy ismerős felület. De mondom, ez annak lesz ismerős, aki használt már ilyet. De aki nem használt, az meg ugye egy felületet kell megtanuljon, és azzal tudja a publikus szolgáltatásokat is menedzselni, meg a földi szolgáltatásokat is. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az egyes workloadokat azt ott tudom üzembe helyezni, ahol a legjobb az árteljesítmény mutatóm. Tehát hogyha nem tartalmaz az a workload olyan adatokat, nem használ olyan adatokat, amelyeket nem szabad kirakni a publikus felhőbe, akkor néha itt futtatom, néha ott futtatom kapacitás függvényében, hogy éppen mennyi kapacitásra van szükségem. Amit meg ugye csak lent a földön szabad futtatni valamilyen előírás miatt, azt meg ugye csak a földön fogom futtatni. Szóval nagyon-nagyon rugalmas lesz ettől az egész rendszer. A szoftver is tudja, a hardware meg mögötte ugye mindegy, hogy milyen, mert tudok oldalra skálázódni, csak sok-sok vasat kell hozzá vásárolni. Mikor érdemes ezt használni, ezt a clustert, mert ez egy cluster technológia, ez egy nagyvállalati technológia, de mondom, közepes és kisvállalatok is használhatják. Hát például peremhálózati területeken, vagy fiókirodákban, tehát mondjuk van egy gyáram, és annak van több raktára, és az egyes raktárokba elhelyezek egy ilyen HC-t, egy ilyen hiperkonvergens clustert. Nem kell arra gondolni, hogy oda komplett nagy szekrényeket, meg kamionnal kell odaszállítani a vasakat, majd mindjárt mutatom, hogy ez egészen piciben is futtatható, tehát ilyen mikroméretben is futtatható, ez a fantasztikus benne, viszont egy 16 nódos clusterként is futtatható, tehát mindenki ki tudja magának választani, hogy mekkora méretben szeretné futtatni, és később tudja skálázni. Szóval kihelyezhetem fiókirodába, például egy bankfiókba. Jó, tehát ki tudom rakni. Le tudom telepíteni olyan helyre, ahol nagy teljesítményű SQL-re van szükségem, nagyon rövid elérési sebességgel, tehát gigabit, 10 gigabit, hány millisekundum, ugye az SQL-eknek az elérése, itt az a fontos inkább, tehát nagyon alacsony késleltetéssel. Tudok Azure Kubernetes szolgáltatást használni, ugye a Kubernetes szolgáltatás, mint architektúra, ugye nagyon modern, nagyon népszerű, és lehet használni nem csak SQL adatbázisok futtatására, hanem az előbb itt az előző adásban is volt szó, és mosolyogni is kezdtem, mert én is akarok erről beszélni, saját nyelvi modelleket is tudok rajta futtatni. Tehát, hogyha ez a konferenciának az a cím, hogy Data and AI, és mit keresek én itt, és miért beszélek a HC-ről, hát azért, mert AI megoldásokat és különböző adatplatform szolgáltatásokat is futtathatok a földön, vizen, levegőben, ahol szeretném. Azért mondom a vizen, mert hogy amúgy hajókra is ajánlja a Microsoft ezeket az infrastruktúrákat, mert offline-ban is tudnak működni, amikor meg kiköt a hajó és nagy sebességű adatkapcsolatban, akkor meg visszaszinkronizál a benti privát felhőben vagy a publikus felhőben bizonyos típusú adatokat. Szóval nem csak így hülyeségben mondtam, hanem tényleg égen, vizen, földön, levegőben mindenhol tudjuk ezeket használni. A másik dolog pedig, hogy vannak olyan megoldások a Microsoftnál, tipikusan VDI,
virtuál desktop infrastruktúrák, amit Azure Virtual Desktop néven emlegetünk, amit eddig csak, tehát az idén tavaszig csak a Microsoft publikus felhőjéből lehetett igénybe venni, földön ezt Remote Desktop Services vagy más technológiáknak hívták, lehetett megoldani, bonyolult licenszeréssel, stb. Le lehet költöztetni a földre, most már megengedi a Microsoft, és egyre több szolgáltatást le lehet költöztetni. Ez csak egy pár példa, nem csak ezekre lehet használni, de ezek a leggyakoribb olyan workloadok, olyan szkenáriók, amikor nekem szükségem van arra, hogy publikus felhőszolgáltatást lent használjak, mellettem legyen, közel legyen, a saját adott központomba legyen, mert ezeket jó, ha gyorsan tudom elérni, és ezeken általában olyan adatokat dolgozok fel, amit nem szabad felrakni a publikus felhőbe, de nyilván vannak más szkenáriók is, ezek a leggyakrabbak. Hogy néz ki az architektúra? Ez egy sima cluster, tehát nem kell túlgondolni. Arról van szó, hogy ugye alul van a hardware, valamilyen hardvereket vásároltok, amilyen gyártótól szeretnétek. Nyilván a HRP-ben segít, mint disztribútor, ugye mi is árulunk ugye szervereket bármely márkától szinte. Erre feltelepítjük ezekre a szerverekre az Azure Stack HCI operációs rendszert. Ez egy ingyenesen letölthető operációs rendszer különben. 60 napig ingyenesen használható, utána természetesen már licenszelni kell, de hogy bárki által ISO formájában letölthető, telepíthető, otthon kipróbálható megfelelő körülmények között. És utána ezen a klaszteren ugye nincsen storage, csak szerverek vannak egymás mellett 1-től 16-ig, amennyit szeretnénk, később bővíthetjük. Ezeken futtatunk különböző szolgáltatásokat, tehát itt most a Microsoft felrajzolta, hogy Windows szerverek, meg Linux szerverek, meg ilyesmi, és azokon egyéb szolgáltatások, és úgynevezett cloud native alkalmazásokat is használhatok, ami az Azure App Service-ben található meg, vagy volt megtalálható eddig, és most már földön is tudom futtatni, vagy a konténerek, SQL-ek, stb. Ez nem egy statikus ábráz, mondjuk, hogyha két hónap múlva kéne erről beszélnem, akkor biztos, hogy már több szolgáltatás föl lenne rajzolva, a szolgáltatások köre, melyek költöztethetők a földre, azok bővülnek folyamatosan. És van hozzá egy management rendszer, amit Azure alaknak hívunk. Az egészet a cloudból vezéreljük, de a földön fut. Tehát nem csináltok hozzá tulajdonképpen saját szoftvert, amivel földön kattingatok, hanem a felhős rendszerből tudom. Minden rétegben mindenféle biztonsági megoldás megtalálható. Nem erre az ábrára fókuszálnék, mert nagyon kevés időm van, hanem a következő ábrára fókuszálnék, ahol az Azure portálon keresztül olyan beállításokat végezhetek el a földi infrastruktúrán, a HCI-n futó infrastruktúrán lévő VM-eken, workloadokon, Kubernetes szolgáltatásokon, ami például 200 vagy mondjuk majdnem 300 ilyen baseline konfigurációs listán lehet végigmenni, ami 300 elemből áll, tehát hogy titkosítva van-e meghajtóm, van-e vírusvédelem, stb. Most nyilván nem fogom felsorolni, itt egy pár példa van. Azok a példák vannak ugye az ábrán kiragadva, ami nincs még bekapcsolva, és egy gombnyomással be lehet kapcsolni, és a földi infrastruktúrába bekapcsolja. Tehát egy étlap. Jó, tehát amikor azt mondom, hogy cloudból szeretnék security-t vásárolni, viszont segítsen is abban, hogy mit telepítsek fel, hogyan telepítsek fel, és ezeket egy gombnyomásra lehet telepíteni, attól függ, hogy milyen biztonsági és megfelelőségi előírásaim vannak. Jó, tehát hogy cloudból vezéreljük az egészet. Na most beszéltem róla, hogy akár otthon is lehet egy ilyet telepíteni, tehát ez nyilván nem teljesen igaz, de branch office-ba, illetve ilyen edge computing-ra, tehát például egy gyártósor mellé letenni egy IoT hubot például, egészen kisméretű gépek is megfelelőek erre, hiszen a Microsoft hardware-t ehhez nem forgalmaz, csak javasol. Tehát megmondja, hogy a Dell-nél mit kell megvenni körülbelül, a Fujitsu-nál mit kell megvenni körülbelül, a HP-nál, tehát hogy itt a Microsoftot ugye ez a része úgymond nem érdekli, csak egy előírást ad, hogy mind szabad futtatni ezt, hogy ez biztonságos, jól működő, skálázható rendszer legyen, hiszen ugyanazt a rugalmasságot kapjuk meg, mint amit az előző előadásban is hallottatok az AWS-től, hogy ez egy nagyon flexibilis lesz, csak nálunk fut a földön. Nyilván van egy hardware beszerzési folyamat, de hogyha egy nóddal bővülök, utána egy gombnyomással bővül az infrastruktúra, tehát automatikusan települ. Az egész, tehát az egészen kis irodáktól a blade centerekig bárhol használható, és nagyon egyszerű ennek a licenszelése, mert processzor magonként történik, tehát az ISO-t azt ingyen le lehet tölteni, fel kell telepíteni, és ahány magon van, annyiszor kell x dollárt fizetni, hát ugye könnyen kiszámítható, hogy 10 dollárt kell fizetni processzor magonként, fizikai magonként, és abban a nódban vagy nódokban mennyi processzor mag van, azt megszámolja a rendszer, és azt cloudon keresztül számlázza a Microsoft. Ha lekapcsolom, úgy, mint a publikus felhőbe, akkor a következő hónapban nem kell fizetni.
azért szerintem az elég menő, nem? Tehát, hogy eddig ezt az előnyt, ezt mindig akkor mondtuk el, amikor a publikus felhőről beszéltünk, hogy ha nincs valamire szükségem, akkor lekapcsolom, nem kell érte fizetni, hoppá, most már földön is meg lehet ezt csinálni. Jó, tehát erre is van lehetőség, bár nem látok nagyon ilyen sok ilyen szkenáriót, hogy oda megyünk és lekapcsolunk 5 szervet éjszakára, és másnak meg bekapcsoljuk, de mondjuk egy dev-teszt rendszert lehet, hogy néha lekapcsolunk, mert valamiért nincs rá szükségünk, most ez ebből a szempontból lényegtelen. Tehát van egy nagyon egyszerű licenszerése, és van egy plusz szolgáltatás, amit nem akartam kihagyni, hogyha a vállalat, ahol dolgoztok, olyan nem támogatott operációs rendszereket vagy szolgáltatásokat használ valamiért, például régi SQL szerver, régi Windows szerverben nem tudtátok lecserélni, nem szabadott lecserélni, nem lehetett lecserélni, viszont lejárt hozzá a Microsoft által biztosított támogatás, ezeket ingyen adja az Azure-ban, és az Azure Stack HC-n is. Ez is egy újdonság, nagyvállalatok nagyon sok pénzt kell fizetniük azért, hogy mondjuk Windows Server 2012 R2-t futtassanak, még X évig, ugye a támogatás lejárta után, ez nagyon sok pénzbe kerül, az Azure-ban, fönt a publikus felhőben, és az Azure Stackben lent a privát felhőben, vagyis összességében a hibrid felhő környezetünkben ezt ingyenesen lehet igénybe venni, ezt a szolgáltatást, szóval ez is egy tök jó érv mondjuk egy ilyen rendszer használata mellett. Ha röviden szeretném összefoglalni, mert elnézést kifutottam az időmből, integrálódik Azure-ba, akár 2-4 node switch lesz megoldásba is telepíthető, az azt jelenti, hogy még switcheket sem vásárolok hozzá, itt ilyen 10 gigabit, 25 gigabit és 50 gigabit ethernet interfészekről beszélünk, tehát elég komoly hardware infrastruktúrát kell mögé vásárolni, de storage-ot nem, de hálózati kártyákat igen, akkor úgymond ilyen switch lesz megoldásba is tudjuk futtatni. Az egész tech, tehát az egész cluster ökoszisztéma, amit telepítettem a földre, automatikusan frissül a nódok is, és a benne lévők vesztek is, jó, ezt portálon lehet vezérelni, ütemezni és megcsinálja, nagyon-nagyon szépen működik. A piacvezető HCI teljesítmény, nyilván ez most egy felmérés lapján és a Microsoftnak az egyik felmérés lapján, de elképesztő gyors workloadokat lehet rajta futatni, lehet disaster recovery-re is használni, kimondottan, tehát van DR megoldás ebben az esetben, úgynevezett stretch clustering-el, az azt jelenti, hogy 2 nódot leteszek Budapestre, 2 nódot meg leteszek Debrecenbe, és Debrecen lesz a disaster recovery site-om, vagy az Azure lesz a disaster recovery site-om, amelyiket szeretném, vagy bárhol máshol a földön elhelyezem, akkor ezzel ezt is meg lehet oldani, tehát a disaster recovery-t is. Az SU frissítések ugye ingyen járnak, Extended Security Update-ek hozzá, van egy csomó integrált, beépített biztonsági megoldás egy 300-as to-do listával, amit be lehet kapcsolni a felhőből, és a cloud natív alkalmazásokat tudjuk a földön futtatni, például egy App Services, például egy Kubernetes, stb. Úgyhogy nagyon nagy potenciált látunk benne olyan cégeknek, akiknek nem szabad, nem tudnak felhő felé költözni, viszont szeretnének felhőszolgáltatásokat használni, illetve szeretnének on-premises rendszereket használni a felhővel integrálva. Amit mi biztosítunk, ugye disztribútorok vagyunk, az a partnereinknek, a regisztrált partnereinknek, viszontradóknak az, hogy beszerezzük hozzá a vasat, amilyen márkából szeretné, segítünk a telepítésben, és utána pedig segítünk a supportban. Jó? Köszönöm szépen a figyelmet!